67 évvel ezelőtt volt utoljára, hogy Budapesten Kosta József életművéből gyűjteményes kiállítást rendeztek 1948-ban, amikor az elsők között tüntették ki Kossuth-díjjal, úgyhogy itt volt az ideje, hogy újra a budapesti közönség együtt láthassa a Kosta életmű legfontosabb darabjait. Itt a Várkertbazár testőrpalotájában közel 100 festmény az életmű egészét átfogva mutatja be ennek a nagyszerű, európai hírű művésznek a munkásságát, amely kötődik tradicionálisan a magyar alföldhöz, abból sarjad, annak a témakörét ábrázolja a dolgozó embereit, a földműveseit, a mezőgazdasági munkásait, a tanyavilágot, a vakító fehérfalú házakat, a kukorica aranyló sárgáját és az egyszerű belső enteriőröket, virágcsendéleteket, portrékat, de mindezt egy olyan európai formanyelvvel, olyan magas szintű, a posztimpresszionizmushoz közel álló színkultúrával elmondva, előadva, amely által valóban a legjelentősebb nyugat-európai irányzatokhoz csatlakozik, és ilyen értelemben a tradicionális magyar téma a nyugat-európai festészet modern hagyományaival ötvözve egy olyan művészeti elegyet jelent, amely a magyar képzőművészet és a magyar művészet történetnek az egyik legfényesebb lapja. Én úgy gondolom, hogy bárki, aki ezt a kiállítást megnézi, adott esetben végigolvassa a kiállítás tábláit, a kritikákat, a hozzákapcsolódó filmet, a dokumentumokat, akkor egy teljes képet, egy teljes átfogó panorámát nyer, nem csak Kosta József művészetéről, hanem egyben a 20. század első felének egyik legfontosabb magyar festészeti irányzatából is.